Sziasztok! A tudatos teremtésről szeretnék nektek most beszélni. Korábban különféle spirituális gyakorlatok megtapasztalása által és a különféle energiák megtapasztalása által azt hittem, hogy képes vagyok tudatosan megteremteni dolgokat. Azt hittem, hogy képes vagyok tudatosan bevonzani az igaz társat, képes vagyok anyagi gyarapodást megteremteni, egyáltalán jólétet, teljességet teremteni az életemben. Nagyon hittem ebben, hogy erre képes vagyok. És ugye sok mestertől is hallottam személyesen, egyéb tanításokon keresztül, hogy képesek vagyunk a tudatos teremtésre. Mégis azt kell, hogy mondjam nektek, utam során azt tapasztaltam, hogy ez nem így van. Akkor még nem tárulkozott fel az igazság úgy, ahogyan ma látom ezt az egészet, mert akkor még csak olyan szinten láttam, ami át tudott szűrődni az elmefájtlán keresztül. És amit tapasztaltam, először is így a férfiakkal kapcsolatban, hogy nem tudtam a tudatos teremtés által bevonzani azt a társat, akit szerettem volna. Sőt, minél jobban akartam, annál jobban távolabbra került ennek a megvalósulása. Ami viszont előrébb vitt az utamon, az az elengedés volt. Különféle ragaszkodások, kötődések, függőségnek az elengedése. De akkor tudtam ezeket elengedni, amikor a legmélyebb pontra jutottam. A legmélyebb félelmek gyökeréig lementem. És amikor önmagamnak is bevallottam, és nem rejtegettem tovább, hogy mi az, amitől félek valójában, akkor egyszerűen magától feltárulkozott az igazság. És valahogy megtapasztaltam azt, és rájöttem arra, hogy egyedül is boldog vagyok, és egyedül is jól érzem magam az elkülönültségbe. Csak az vitt bele, hogy reménykedtem, és a jövőbe vetítettem azt, hogy egy társal megtapasztalhatom az egységet. De ezt leszámítva, amikor nem ment a jövőbe a figyelem, hanem a jelenbe voltam, akkor önmagamban is boldog voltam. És tulajdonképpen megtapasztaltam azt, hogy egyedül is jól érzem magam. És visszatérve a tudatos teremtésnek az anyagi területére, egy éven keresztül mindenféle spirituális gyakorlattal, tudatossággal próbáltam megteremteni az anyagi javakat. És az élet egész más dolgot tárt fel. Feltárta azt, hogy ő teljesen más szeretne. És akkor értettem meg, hogy én, mint egyéni akarat, semmit sem tudok befolyásolni. Én, mint egyéni én, egyéni akarat, semmit sem érek,
Egy porszem vagyok, a végtelen nagy egésszel szemben. Hogyan is hihettem azt, hogy egyéni akaratként én bármit is tudok befolyásolni. És ekkor, és erről már beszéltem egy másik hanganyagban, nem az volt a legnagyobb fájdalom, hogy ez a pénz nem áramlott be, amit szerettem volna, hanem csalódás a spirituális gyakorlatokban és a hitrendszerben. És amikor a hitedet elveszíted abban a hitrendszerben, amiben hiszel, akkor nem marad semmi. És ott semmim sem volt. Semmibe nem tudtam kapaszkodni. Semmibe. Nem maradt semmi. Hiszen amibe az elme kapaszkodott, a hit, saját magát semmisítette meg. És ahogy ebben a megsemmisülésben voltam, úgy éreztem, ha nem a jelenben van a figyelmem, hanem a múlton, hogy miért van ez így, hogy miért kapom ezt, vagy a jövőn, hogy majd hát, ha lesz jobb, úgy éreztem, meghalok, belehalok, nem tudok tovább létezni. Akkor tudtam csak létezni, amikor a jelenben voltam, és nem volt a múlton és a jövőn a figyelem. Valójában ez az egész már akkor azt felé vitt, és azt készítette elő, amiben most vagyok. A valóság, az igazságnak a feltárulkozását. Egy olyan szinten, amennyire a tudat kitágult a valóságra. És az, hogy megtapasztaltam, hogy egyéni énként az akaratom semmit sem ér, és semmit sem tudok vele beteremteni, csak egyetlen dolgot tehetek, hogy elengedem azt, ami van, és hagyom, hogy az legyen, ami magától lenni szeretne. A felébredés után feltárta azt, hogy minden magától történik. Minden magától, egy egyéni énen, egy egyéni cselekvőn kívül magától történik minden. Isten által, a világot teremtő Isten által magától történik minden a világban. Csak az egyéni én ellopja azt, hogy ezzel is azonosítja magát, pedig ez nem így van. Ha megfigyeled a testet, a szív magától dobog. A gyomor magától teszi a dolgát, magától emészt. A belek minden szerv magától működik. Minden. Még a szeretet is magától jelenik meg. Vagy a szerelem is spontán magától tárulkozik fel. De a félelem is magától jelenik meg. Vagy a depresszió is magától jelenik meg. Minden magától történik. És amikor megengeded azt, hogy az legyen, ami lenni szeretne, az nyilvánuljon meg, ami meg szeretne nyilvánulni, és nem állsz ennek ellen, nem hiszed azt, hogy ellened van, akkor minden magától megoldódik, a magától való történésben. Ha visszatekintesz az életedre,
Láthatod, hogy minden egyes momentum, minden, amire azt hitted, hogy ellened van, mert ellenkezett a te saját egyéni elképzeléseddel, hiedelmeddel, akaratoddal, vágyaddal, később feltárulkozott, hogy érted volt. Ez vitt mindig előrébb az utadon. És ez az út, tudod, hova vezet? Önmagadhoz. Örök, igaz önmagadhoz, ami valójában vagy. Valójában, ha engedett, hagyod, hogy az legyen, ami lenne, szeretne, az, ami fel szeretne tárulkozni, akkor engeded és hagyod, hogy feltárulkozzon az, ami valójában vagy. És akkor igaz önmagad vezet az úton, önmagad felé. És ebben bízhatsz, mert az elme csak az elkülönültséget ismeri. Mindig önmagával harcol, mindig önmagával kerül konfliktusba, önmagát leplezi le, és mindig meg akar szerezni valamit. Meg akarja szerezni a teljességet, birtokolni akarja azt. Birtokolni akarja azt, amit nem lehet birtokolni, és amit nem lehet megszerezni. Mindent birtokolni akar az elme, a szeretetet, a szerelmet, mindent, az élményeket, mindent, és mindig jobban akar lenni. De valójában az igaz tiszta szeretet és az igaz tiszta boldogság, ami mindig a mostban van, a teljességben van, az önmagában teljes. És ez semmit sem akar birtokolni. Semmit nem akar birtokolni. És ez vagy te is valójában. És ez felé haladsz minden pillanatban. Annál gyorsabban haladsz ez felé, minél jobban engedet hagyod, hogy az legyen, amit igaz önmagad szeretne, hogy legyen. Annál hamarabb találkozol önmagaddal ebben a teljességben, minél jobban elengeded azt, aki nem te vagy. És ebben támogat téged a legfelsőbb jó. Ebben támogat mindenen keresztül, mindenkin keresztül úgy nyilvánul meg, Isten szolgálata által, hogy minél hamarabb el tud engedni a ragaszkodásaidat, a kötődéseidet, a függőségeidet ahhoz, ami nem te vagy, ami soha nem te voltál. Olyan ez az egész, mint egy tévedés. Egy tévedés, amit elhittél. De minden megmozdul, érted? Minden. Az egész egy, az egész világ. Minden megmozdul, érted? Hogy ebből a tévedésből felébredj. Ebből az álomból felébredj az igaz valóságra, ahol te vagy a teljesség mindenben, mindenkiben, örökkön örökké.